Új műköröm stúdióval és egyben képzőhelyjel bővült a város. Stefán Ágnes megnyitotta műköröm stúdióját, ahol OK és képzésekre is lehetőség van ezentúl. Stefán Ágnes egykori tópartis diák, most az új fiatal generációnak adja át szakmai tudását és tapasztalatait az OK és tanfolyama keretein belül. Ági nem titkolt célja a szakma szépségeinek és nehézségeinek bemutatása és tanítása, emellett pedig szeretné rávezetni leendő diákjait a műkörömépítés művészi oldalának kihívásaira egyaránt. Nem volt azonban egyszerű az út a szalonhelyiség megnyitásáig, kisvállalkozóként sok új kihívással kellett szembenéznie. Korábban te is béreltél szalonhelyiséget, most pedig itt vagyunk a saját szalonod megnyitóján. Tudnád jellemezni azt a folyamatot, ahogyan ideig eljutottál, vagy hogy esetleg útközben milyen nehézségek adottak? Nagyon hosszú út vezetett ideig. Nagyjából 12 éve vagyok a szakmában. Ez, ha nagyon hirtelen számolom, az 5. vagy 6. szalon, amit életem során felépítek vendégkörrel, üzlettel. Történt ez először szülés előtt, után, alatt, közben, külföldön többször, újra hazaköltözve, ismételten, és menet közben jöttek folyamatosan az inspirációk és az ötletek, a végzettségek, és találkoztam olyan emberekkel, akik megtartottak ezen az úton. A szakmám iránt kezdetektől fogva elkötelezett voltam, és ez vezetett szerintem ehhez az eredményhez. Az új fiatal munkaerő képzésére folyamatosan szükség van. Nincs ez másképp a szépségipar területén sem, hiszen bár azt gondolnánk, ez az iparág már telített a jó szakembereket illetően, az igényes és minőséges munka elsajátítására folyamatosan teret és lehetőséget kell szolgáltatni a fehérvári fiatalok számára. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere is a minőségi képzések fontosságát emelte ki. Azt hiszem, hogy nem véletlenül beszélünk sokat mostanában a szakképzés fontosságáról, és nagyon fontos elérni azt, hogy minél több szakma vonatkozásában minőségi képzőhelyek működjenek a városban. A minőséget ott megkövetelve egy olyan szolgáltatási színvonal alakuljunk ki Székesfehérváron, amelyik a szolgáltatókat, az ő minőségüket is garantálja, és természetesen az odajövő ügyfelek is pontosan tudják, hogy a Fehérváron igénybe vesznek egy szolgáltatást, akkor az magas színvonalú, jó minőségű lesz. És természetesen az is jó, hogyha az ehhez kapcsolódó akár folyamatos képzésért nem kell máshova elmenni, hanem itt a városban elérhető. Úgyhogy itt most ezen a helyen ez mind a kettő adott. Természetesen ez a terület is folyamatosan változik, és ha a gazdaságilag jól megy, hogyha a családoknál több forrás áll rendelkezésre, akkor azt gondolom, hogy ezzel együtt az igény is nőni fog az ilyen szolgáltatásokra, az pedig azt jelenti, hogy mindig van még lehetőség belépni ezekre, mondjuk úgy, hogy a piaci területekre, de szerintem ez akkor tud csak fenntartható lenni, hogyha ez mindig egy minőségi javulást is eredményez. Ehhez pedig minden szakmában szükség van arra, hogy oktatáson vegyenek részt az emberek, továbbképzéseken vegyenek részt az emberek, és azt gondolom, hogy ezért különleges most ez a hely, hiszen nem időzelben csak egy stúdióról van szó, hanem egy képzőhelyről is. Nemzetközi versenyeket nyernek szakembereink. Összesen 14 fehérvári fiatal vesz részt a képzésen, ami a szakma alapjainak elsajátítására szolgál, és az államilag elismert bizonyítvánnyal zárul. Az oktatás 20%-a elméleti, 80%-a pedig gyakorlati oktatásnak minősül, és viszonylag rövid idő, 4,5 hónap alatt elvégezhető a tanfolyam. I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's gone.